Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Jankovics István, főorvos az Országos Közegészségügyi Intézetből. Szép jó reggelt kívánok! És változatlanul itt van velem Herskovics Eszter, a 168 óra főmunkatársa, és most meghívjuk őt egy kaladra, mielőtt beszélünk a járványokról. A járványoknak is múltja van, mert volt itt Spanyolnátától kezdve a világon minden, de hogy múltunk van, akkor van műemlékvédelmünk is. Eszter, műemlékvédelem most a terítéken van a héten? Igen, Bolyák Attila cikke a Kultúra rovatban nagyon alaposan körbejárta azt, hogy tulajdonképpen mi a gond a műemlékvédelemmel. Gyakorlatilag azt állítja a cikk, hogy megszűnt, mert elaprózódott az összes ilyen intézet, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a Forster Központ, ugye ezek... Ez nem a vár itt fönnök éppen? De az a vár itt fönnök éppen, és pont ez az egyik állítás, hogy igen, az a... Az az állítás, hogy tulajdonképpen a miniszterelnök neheztel a műemlékvédelemre, hiszen ő ugye régóta szeretne a várba költözni, és hát ugye a műemlékvédelemnek voltak kifogásai ezzel kapcsolatban. És, de hát úgy tűnik, hogy ezt sikerült megoldani, ez épül-szépül a dolog. Épül-szépül, igen, mondjuk így. Nagyon sok minden meg ugye onnan el kell, hogy költözzön, iratok, dokumentumok vannak nagyon-nagyon rossz helyen és állapotban. Ezeket mind körbejárja Bolyák Attila cikkében. És itt egy többé-kevésbé kapcsolódó, egy nagyon-nagyon szintén nagyon jó stílusban is alaposan megírt cikk arról, hogy a városnéző buszokra külön közbeszerzést írnak ki, és ezeket is valamilyen szinten egységesítik. És ennek kapcsán a kollégánk végigment egy ilyen városnéző busszal, nagyon érdekes és szellemes. A többit nem mond el, mert vegyék meg a lapot, ez nem a hirdetés, helyes, olvassák el. Vajon lesz közbeszerzés, vagy van közbeszerzés is? Kérdezem a főorvos urat a különböző oltásokra, vagy az influenza, meg legalább 4 fajtát lehet venni. Én egy született hipoonder vagyok, és ma fogok elmenni a patikába, és a kedvenc patikusomat megkérdezem, hogy na mivel is oltassam be. Kopasz vagyok, öreg vagyok, ennyi és ennyi éves, melyiket ajánlja? Az influenza elleni oltóanyag per pillanat kétféle érhető el Magyarországon. Az egyik a magyar gyártású influenza oltóanyag, ami a patikában is, illetve térítésmentesen is a rizikócsoport részére elérhető. De térítésmentesen csak a házi orvosnál? Így van, csak a rizikócsoport részére, tehát van a patikában, aki nem a rizikócsoportban. Ki a rizikócsoport? A rizikócsoportban tartoznak elsősorban a várandós édesanyák, ugyanis nekik az immunrendszerük egy picit gyengébb, és őket jobban kell védeni, tudjuk ezt 2009 óta, amikor volt ez a világjárvány. És amikor egyébként nagyon éles viták voltak erről, van, hogy és nagyon sok, tehát relatíve nagyon sok édesanyja halt meg a járvány alatt, ezért mindenképpen elsősorban az Egészségügyi Világszervezet nekik javasolja, ezen kívül az időseknek, Magyarországon a 60 éven fölülieknek. Mert tehát akkor én már idősnek számítok a 65 éven? Nem látszik 60 évesnek, úgyhogy azért bizonyítani kell. De én inkább elmegyek a patikába megvenni, ne kelljen sorba állni a házi orvosnál. És mindenképpen ugye a krónikus betegek, itt a diabétesz, tehát a cukorbetegség, szívbetegség, tüdőbetegség, mert ugye nekik, hogyha ez a 40 fokos láz elkapja őket, az influenza fertőzés következtében az ágyhoz kötöttség miatt szövődmények alakulnak ki. És hát honnan tudjuk, hogy ugyanaz a vírus fog jönni, ami ellen beoltjuk? Tehát valaki egy fehér gömbben megnézi, hogy milyen vírusok vannak úton Fekete-Afrikából? Azért ennél egy picit tudományosabban állunk hozzá, de gyakorlatilag sajnos az influenza vírus mögött kúlogunk. Az Egészségügyi Világszervezetnek van egy figyelő rendszer az egész világra kiterjesztett figyelőrendszere, Magyarország is tagja ennek a figyelőrendszernek, és ezekből a figyelő laboratóriumokból adott adatok vírusok alapján elemzi a járványügyi helyzetet, az immunológiai helyzetet a világra vonatkoztatva az Egészségügyi Világszervezet, és próbálja meghatározni, hogy mi lesz a következő. Ahogy most próbálják, ugye Ausztrália alapján, hogy azt mondják, hogy sokkal erősebb lehet idén az influenza járvány, mert Ausztráliából kiindulva ott is erősebb volt. De ez mennyire adhat támpont
csapatot, hiszen azért nagyon sok időjárástól kezdve nagyon sok minden múlik, hogy hogy terjed az influenza. Például Ausztráliában nem futnak annyit, mint Magyarországon a nők. Igen. Itt erről még nem olvastam, hogy az influenza változékonyság és a futás kapcsolatban, ez egy jó tudományos téma, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy azért az, hogy nagyon-nagyon sok laboratóriumban, tehát több mint 200 laboratórium folyamatosan küld az adatokat, a vírustörzseket, azokat genetikailag azonosítják. Hogy és tudnak reagálni erre a gyógyszergyára, illetve ahol az oltásokat készítik. Az egészségügyi világszervezet ezeket az adatokat összegzi, és akkor minden évben az északi féltekére, február vége, március elején azt mondja, hogy az influenza vakcinába ezeket az aktív hatóanyagokat kell beépíteni, és akkor nekiáll a gyártó előállítani. Természetesen ugye itt egy fél éves késésben vagyunk, tehát az influenza... De az influenza meghalhatunk egy fél éves késéstől, nem? Azért, hogy ugye az influenza az főleg a téli, nálunk itt ugye az októbertől kezdődően és májusig terjedő időszakban domináns, tehát hogyha februárban ugye elrendelik a vakcina gyártását, van elég idő, hogy az őszi időszakra előállításra... Elnézést, mi a különbség a magyar vakcina és az import vakcina között? Gyakorlatilag az aktív hatóanyag a teljesen ugyanaz, minden termelőnek ugyanazt a vírustörzseket kell inaktivált formába csak beépíteni. Csak a kísérőanyag? Csak a kísérőanyag, a technológia, az előállítás, a többi. Hát itt milyen a mi technológiánk? Múlt századi, vagy már 22. századi? Én azt gondolom, hogy a magyar vakcina az egy 22. századi, és a fejlesztések is azt fogják mutatni, hogy ez lesz az út a leghatékonyabb. És mi van, ha mégsem sikerül eltalálni azt a vírustörzset, akkor ugyanúgy megfertőzhetnek, csak enyhébb lefolyása a betegség? Megtörténnek a temetők, vagy? Nem, a következő van az influenza vírus elleni oltóanyagnak nem az a küldetése, hogy ne legyünk betegek, mint például a kanyarónál, hanem az, hogy a súlyos szövődményeket megelőzze. Uh-huh. Tehát a lényeg az, hogy a beadott vakcina megakadályozza azt, hogy gépi lélegeztetésre kerüljünk, illetve meghaljunk. Tehát ez a legfontosabb küldetése. Sajnos, mivel 100%-os védettséget nem lehet kialakítani, mert a vírus nagyon változékony, ezért ugye lehetnek az, hogy valaki megkapja az oltást, és akkor egy enyhébb fertőzés lesz. Csak ne felejtsük el, ugye, hogy ha például csak 20% az együttállás a vírus és a vakcinában lévő vírus és a területen lévő vírus között, azért a 20% is több, mint a 0%. Mm-hmm. És néha ez a 20% elegendő ahhoz, hogy valaki ne kerüljön gépre és ne kerüljön. Magyarországon egyébként nagyon alacsony az átoltottság, 25-35, ugye jól tudom, és 40 az átlag. Igen. Hogy ez miért alakult így ki? Félnek az emberek az oltástól, vagy nem miért? Vagy nem jó a PR-ja az oltásnak. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon összetett feladat. Vannak nagyon komoly vakcina ellen, nem tudom, ellen kampányoló oldalak, és emiatt egy picit így a háttérbe szorul ez a dolog. De ugye a vakcina, hogyha hatékony, akkor nincs járvány, nincs súlyos betegség. Akkor utána azt mondják, hogy miért olcsunk. Jó, tehát akkor nézzük azt meg, hogy azok, akiknek fizetni kell érte, és nincs rá pénzük, azok vannak szegény emberek is. Akkor velük mi történik? Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik 60 éven fölül vannak Magyarországon, én majdnem úgy gondolom, hogy ez egy olyan 3 millió ember, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag Magyarországnak közel az 50%-a, de lehet, hogy a 60%-a ebben a rizikócsoportban tartozik. A kérdés, hogy mennyien mennek el és oltatják be magukat, mert az előbb hallottak szerint nem elegen. Világos, csak ezért most már nem az egészségügy, és nem a termelő, és nem az orvos a felelős, ugyanis hát kell valakinek elmenni. Akkor nézzünk, lépjünk tovább a kérdéseimbe. Itt van például ma a legjobb példa, Eszter. Egy kétgyerekes családanya, akinek a legfontosabb a gyerekei. Tömködi beléjük a zöldségeket, vitaminokat, de azért beoltassa, vagy mit csináljon velük? Én azt gondolom, hogyha a krónikus betegségek közül esetleg komoly allergiás problémák vannak, vagy nagyon gyakran ilyen visszaeső, elkapja ezeket a légúti fertőzéseket a gyerek a szezonok alatt, ez a tapasztalat mondjuk annak ellenére, hogy nagyon jó ilyen egyéb a specifikus védettségeket tetszik alkalmazni. Én mindenképpen javaslom azt, hogy használják a védőoltást. Az előbb tojásokról beszéltünk, és én azt hallottam, hogy magának is valami köze van, hisz fűrjeket tenyészt. Egy főorvosnak ez a hobbija, vagy hogy jön az influenza, meg a fűrjek, meg az egyéb össze? A fűrjek azok egy természetes rezervuárjai az influenza A vírusnak, és annak idején 2006-ban, amikor volt ez a madár influenza
Magyarországon is kellett a WHO javaslatára a madárinfluenza elleni oltóanyag fejlesztéseket csinálni, akkor elkezdtem barátkozni ezzel a kis állattal, és valóban úgy a szívemhez nőtt, azóta igazából már nincs az influenzával semmi kapcsolata, de ugye ezen az állaton teszteltük a magyar oltóanyag hatásosságát, közöltük le. Azóta tenyészti őket? Tartom őket, szoktam vásárolgatni. Hobbi állatok lettek közben? Igen, hobbi állatok. Beszélget velük, röpteti beszélgetek, őket. Beszélgetek velük. És hogy áll a fültojásokkal, mert ezek ilyen nagyon pici, és nagyon nem gazdaságosak. Igen, az a helyzet, hogy én nem tojásra tenyésztem őket, én csak szeretem. Szeretem látni ezeket a pici kis állatokat, egy nagyon-nagyon aranyos állatok, de egyéb kapcsolatban... Az erőlevesbe a felesége nem tesz bele fürdtojásokat? Nem. Ezek az úgynevezett kínai törpefürjek, tehát van a japán fürj, amivel általában találkozunk a fürdtojásokkal, de ezek, amikkel én foglalkozom, ez a kínai törpefürj, ezek nagyon-nagyon pici kis tojások, abszolút nagyon nehéz. És mitől függ, hogy tojnak vagy nem tojnak? Igazából ugye, hogyha elérkezik a tavasz, akkor általában szoktak tojni, mert ugye az a szabály, van olyan is, amelyik akkor leül rá és próbálja kikeltetni. És sikerül neki kikeltetni? Az lehet, hogy nekem még nem sikerült, volt egy-két olyan ismerősöm, akinek már sikerült így kikeltetni. Ez attól függ, hogy mennyi az embernek a türelme. És akkor nézzük, hogy állunk a fürdőknek a PR-jával. Ajánlja például egy ilyen anyukának, mint Eszter, hogy a gyerekeinek vegyen egy kis háziállatot, egy fürdőpárt otthonra? Tehát nem fognak mindenféle influenzákat és bacikat terjeszteni? Nem, abszolút nem. Én azt gondolom, hogyha ezeket a pici állatokat megfelelő körülmények között tartják, akkor ez egy nagyon jó, pozitív. És ez hasznos lehet a gyereknevelésbe is? Én azt gondolom, hogy igen. Nekem elég sok unokám van, és mindig, amikor meglátogatnak, akkor meg szoktuk közösen nézni ezeket a fürdőket. Akkor térjünk vissza egy pillanatra az orvostudományhoz. Ugye megtizedelte a társadalmakat a spanyol nátha. Mi a biztosíték arra, hogy napjainkban nem térhet így vissza, akkor, amikor az egész világ úton van, és ugye az Eszter az előbb az átoltottságról kérdezte, amikor Fekete-Afrikából elindulnak tömegek, és ők másképp reagálnak, különböző járványokat hozhatnak, mi vihetünk oda, mi történik? Én azt gondolom, hogy egy picit alul értékeljük az influenzát. Mindenki erre az 50 millió halottra gondol a spanyol nátha 100 évvel ezelőtt, és akkor erre van egy kétféle válasz, azt mondja, hát ez nagyon régen volt, talán igaz sem volt. Hogy nem a temetőben ott vannak a sírjai. Az emberek nagyon nehezen meggyőzhetőek, és nagyon könnyen felejtenek, tehát van egy ilyen válasz is, és a másik pedig azt mondja, hogy hát igen, azt mondja, van most már antibiotikum, nem fogunk ilyen problémákat okozni, szembenézni, de azért ne tessenek elfelejteni, hogy közel 2009-es járvány idején, közel 100 000 ember halt meg influenzában, és ezek 20 és 30 évesek között voltak. Tehát az úgynevezett elveszített évek száma itt a halálozásból nagyon-nagyon rémisztő. 2009-2015 Magyarországon a többlet halálozási ráta 6 000 volt az előző évekhez képest. Influenza járvány volt, egy nagyon-nagyon eltérő. Főorvos úr, innét folytatjuk legközelebb, hisz idő van, és jön a híradó. Kedves nézőim, önök Dr. Jankovics István főorvost, Országos Közegészségügyi Intézet főorvosát láthatták, hallhatták. Ne felejtsék el, mi mindentől függetlenek vagyunk, még az időjárástól is, de azért beoltatjuk magunkat, és most jön a mi független híradók, tartsanak velünk. Legközelebb velem találkoznak este a 7 órás híradóban, ne felejtsék el, ma péntek van, úgyhogy készítsék el a gyertyatartókat a szombat fogadására, ma még jövünk a Pirpulla, és Eszternek köszönjük mai közreműködését, a 168 óra kulturális rovat vezetőjének főmunkatársának, főorvosulat visszavárjuk, és a fürdőkről még fogunk beszélgetni. Jöjjék a híradó, a viszontlátásra!